Nem gondolunk rá, de vélhetően nincsen olyan sátoraljóhelyi, akinek egy rokona vagy ismerőse ne tanult volna a Kossuth Lajos Technikum Szakképzéskor és Gimnázium turisztikai képzésén. A jelenleg technikumként működő ágazat oktatói között vannak, akik a képzés 3 évtizeddel ezelőtti indulása óta tanítanak benne. Most az ő munkájukat ismerte el a Kulturális és Innovációs Minisztérium oklevéllel. 1993 óta dolgozom itt a Kossuth Lajos Gimnáziumban. Ez alatt az idő alatt részt vettem az idegen nyelvi munkaközösség munkájában német szakos pedagógusként, illetőleg egy kicsit később bekapcsolódva a turisztikai csoportnak a munkájában. Ez alatt az idő alatt munkaközösség vezetőként is elláttam ezt a feladatot a turisztikai munkaközösség vezetőjeként, és úgy gondolom, hogy mindannyian azon dolgoztunk, hogy ez a szak ez egyrészt beinduljon, másrészt pedig megfelelőképpen működjön. Mind akkor, amikor még két nyelvű volt az oktatás, ekkor tudtam mind a két szakomat hasznosítani, és most is, amikor az új kihívások előtt állunk. 2020-tól pedig mindezt a munkát szakmai igazgatóhelyettesként koordinálja. A munkacsoport által átadni kívánt tudás változatlan, a képzési keret azonban sokat változott az évek alatt. Nagyon hosszú múltra tekint vissza a tevékenységünk. Ha jól számolom, 30 éve létezik ez a munkacsoport, bár különböző neveken futott. Még Daragó Ferenc igazgató úrnak volt az ötlete, hogy az idegenforgalmi képzés beindítsa. Akkoriban német és szlovák nyelven folyt ez a képzés, két tannyelvű képzésben. Hát azóta rengeteg átalakulás volt, most idegenforgalmi, illetve turisztikai technikumként működünk, idegenforgalmi tantárgyakat tanítva. A konstrukció, a szerkezet változott, de tulajdonképpen a tárgyak, a súlypontok azonosak maradtak, és a tevékenységünkre, hogyha ki szeretnék térni, rengeteg kirándulás, szakmai program, versenyek, országos és akár kárpátaljai, ha hungarikum versenyre gondolok, különböző versenyeken veszünk részt, illetve most talán a leginkább ami súlypont, az az Erasmus Plus programon belül a különböző külföldi kirándulások. Így eljutottak Milánóba, Mallorcára, most pedig Prágába készülnek. A jelenlegi tanárok hálásak a korábbi munkatársaiknak is. És hogyha a turizmus munkacsoport sikereiről szeretnénk beszélni, akkor mindenképpen ki kell emelnünk egykori kolléganőnket, Kőhalminé Bodnár Judit kolléganőt, aki hosszú éveken keresztül segítette a munkánkat, rengeteg szakmai sikert ért el ő is, úgyhogy köszönjük az ő munkáját külön is. A csapatnak azonban van új tagja is, akinek hamar sikerült beilleszkedni a többiek közé. 2 éve kerültem a turisztika munkacsoportba, és egy nagyon szerencsés találkozásnak tartom, mert egy nagyon kreatív és inspiráló csapatba kerültem, és nagy megtiszteltetésnek tartjuk a munkacsoport részéről, hogy az iskolánkat ilyen szempontból is elismerte a minisztérium. Köszönjük szépen! Az intézmény büszke a 3 évtized alatt idegenforgalmat vagy turisztikát végzett sikeres egykori diákjaira is.